Izgatottan várták a végzős osztályok diákjai a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szalagtűző ünnepségének kezdetét. Nagy mérföldkő ez az ő számukra, egy izgalommal várt állomás, ami azt jelzi, hamarosan végéhez közelednek a középiskolás évek. Először is szép napot kívánok, üdvözletem minden kedves tanárnak, és a hozzátartozók, akik egybe gyűltek, látni a világot is szalagba tűznek. A szalagtűzés 19. század óta élő hagyománya a mai Szlovákia területéről, Selmecbányáról származik. Az ottani mérnökiskola utolsó éves diákjai jelölték meg magukat elsőként szalaggal, hogy így emlékezzenek alma máterükre. A több mint 200 éves hagyomány azóta is az iskolához tartozást és egyben a felnőttkor kezdetét jelöli. A diákhagyománynak iskolánként eltérő részei is vannak. Bonyhádon például újkori szokás, hogy a hamarosan búcsúzó végzősök videó összefoglalóval készülnek erre a napra. Érve kapcsoljuk az erős terület zajló történelemünket. Sársára fogosít. Köszöntöm kedves nézőinket. A háttérben én Gede József történelem tanár számolja ki a mai napi állapotát. Ezt egy rendkívül különleges és nagyon matematikai számításnak teszünk. A szív fölé tűzött szalag sok mindent jelképez. Szimbolizálja a gimnáziumban eltöltött 4 évet, a csíntevéseket, az osztálykirándulásokat, a közös nevetéseket, de a felelés előtti izgalmat és a véget nem érő megmérettetéseket is. Szimbolizálja, hogy közeleg az érettségi, hogy lassan el kell köszönni a barátoktól, tanároktól. A gimnázium 4. éve a legtöbb kihívás, de a legtöbb közös élményt és emléket is hozza a diákoknak. Számos esemény közül a szalagtűző az egyik, amit sosem felejtenek el a tanulók. Ilyen a több hónapnyi közös próbák, a táncok és az első bál is. Az az igazság, hogy ugye szeptember 2. hetétől gyakorlatilag minden héten egy órán keresztül próbáltunk és táncoltunk. Most ugye úgy van, hogy 3 csoport bécsi, 3 csoport angol keringő, én bécsit táncolok, a Martin angol. Ő pont angol. Igazság szerint ez emberfüggő. A bécsi talán nehezebb egy kicsivel, de maguk a koreográfiák mind az összes gyönyörű, meg szép. Megmondom őszintén, én nem készültem túl sokat. Voltam fodrásznál, meg ilyesmi, de nem nagyon érdekel az egész, de nagyon sok lány teljesen be volt indulva, hogy körmeshez ment, meg mindenhova, úgyhogy igen. Mit fogsz táncolni? Mióta készültetek a táncra? Hát 11-ben már elkezdtünk táncórákra járni, és most ebben az évben pár hónapja kezdtünk el a konkrét koreográfiát megtanulni. Mit érez mégis ilyenkor az ember, amikor eljut idáig, hogy itt áll, mint leendő végzős, és feltűzik neki a szalagot, és mégis hogy éli ezt meg egy hölgy? Hát nem lehet nagyon felfogni. Örülök, hogy a 4 évnek már vége, és ja, még nem érzem át teljesen a dolgot. Nem csak a diákok, tanáraik is elérzékenyülnek a szalagtűzés napján, a sok-sok évnyi együtt eltöltött időt felidézve. 154 végzősünk kapja meg a szalagot. Mit érez ilyenkor egy pedagógus, amikor évről évre eljön ez a nap? Hát óriási nagy készülődés, óriási nagy ünnep, és nagyon nagy feszültség. De én nagyon úgy hiszem és remélem, hogy mindenki a legjavát adja, amire eddig az életébe felkészült, és az eddigi munkája erre felkészítette, és hát egy nagy boldogság a végén. Hát használják ki a hátra levő időt mindenféleképpen, jól használják ki, és csak nyugodtan, bátran, mosolygosan. Itt egyébként a gimiben hogy telt a készülés? Mikor kezdték el a táncokat? Hogy telik egy ilyen készülés? 11. évfolyamban az egyik testnevelés órát táncóraként működik, és ott hát nyilván az alaplépéseket már megtanulják, hogy 12-be, amikor már színpadra lépnek, a nagy színpadra, akkor már magabiztosan tudjanak táncolni. Már a továbbtanuláson is el kell gondolkodniuk a végzősöknek. Nagyjából kezd körvonalazódni azért. Reméljük, sikerül a határidőig eldönteni. Valami kulisszatitkot megtudhatunk? Hát mondanék, de nem nagyon tudok kulisszatitkot mondani. Nálad hogy néz ez ki? Nálam is körvonalazódik, vannak egyébként elképzelések. Hát a családi hagyományt követve vagy tanár esetleg, vagy vannak a családban még közszolgálatban tevékenykedő úriemberek is, úgyhogy ez majd elválik, ez a kettő. Reméljük, valamelyik a kettő közül. Szerintem nagyjából már az összes osztálytársam tudja, hogy mit fog csinálni. És rólad mi az, amit tudhatnak a nézők?
Hát én Pécsre szeretnék menni majd dietetikusnak. A diákokra most még egy év és az érettségi nehézségei várnak.